A közelmúlt több média hekét így Gémesi György állítólagos megzsarolását, valamint Szilágyi Gerdának, a Szilágyi Liliana nevű úszónőnek a húgához kapcsolódó állítólagos blogbejegyzést is Egres Bélához kötik. Legalábbis az elmúlt néhány évben a magyar médiatérben nagyon sokakat átvert valaki, akikről sokan azt gondolják, hogy ő megegyezik egy Egres Béla nevű személlyel, lehet, hogy így van, lehet, hogy nincs így, ezt nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy minket tavaly nyáron keresett meg az az ember, aki magát a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat volt munkatársának mondta egy e-mailben, és különböző bizarr összeesküvés elméleteket juttatott el nekünk e-mailben. 2019-ben a rabszolgatörvény elleni tüntetés után kaptam megbízást, hogy folytassak nyomozást és keressek kapcsolatot az ellenzéki pártok, Soros György, az LMBT között, és találjak bizonyítékot arra, hogy külföldi titkosszolgálatok, diákszervezetek segítségével pucsra készülnek. Ezzel a történettel foglalkoztunk, elsősorban azért, mert néhány eleme annak, amit ez az ismeretlen elküldött nekünk, az úgy tűnt, hogy stimmel, vagy legalábbis érdemes vele foglalkozni. Egy újságíró barátom ismeri az egyik kulcsfigurát, aki ötleteket szállít ellenzéki képviselők lejáratására. Néhány ellenzéki polgármester már kapott erről figyelmeztetést. De ahogy egyre több konkrétumot vagy részletet kértünk az állítólagos titkos ügynöktől, úgy kaptunk vissza egyre több és egyre bizarrabb összeesküvés elméletet. A levelező leginkább a Szientológia Egyházra volt ráfixálva, ezért érdeklődni kezdtünk az egyházzal kapcsolatban, és arra jutottunk, hogy a levelezőnek az alapfeltevései is tévesek, ezután az ismeretlen e-mailezőt szabahihetetlennek ítéltük, és arra jutottunk, hogy nem foglalkozunk többet a dolgában. Rövidesen ezután egy olyan e-mailt kaptunk, amit egy ismeretlen a Szientológia Egyházhoz kötődő üzletasszony nevével írtak alá. Házunk három tagja is eltűnt az elmúlt egy hónapban, és több egyháztagunkat is érték fizikai atrocitások az elmúlt időszakban. Eltűnésükkel egy szélsőséges feminista szervezetet gyanúsítunk, akiknek tartózkodási helye a Börzsönyben található, és szoros kapcsolatot tartanak fenn két ellenzéki párttal is. Fenyegetései kimerítik a terrorizmus fogalmát. Egres Bélának, illetve az ő munkásságának vannak bizonyos visszatérő jegyei, és ezek alapján, a visszatérő jegyek alapján lehet arra következtetni, hogy az ember éppen vele áll szemben, hogyha ilyen különös e-maileket kap. Mi arra lettünk figyelmesek, hogy az egyik nekünk írt e-mailjében a Börzsönyben működő feminista terroristákról ír, ami egy ismerten Egres Bélához köthető motivum. Illetve ilyen érdekesség még, hogy nem csak Gémesi György, hanem több ellenzéki városvezető is kapott valamiféle fenyegető, zsaroló, ijesztő jellegű e-maileket egy ismeretlentől, akit sokan Egres Bélával azonosítanak. Erre a történetre pedig azzal magát volt titkosszolgának kiadó személy is utalt az üzeneteiben, aki nekünk írt.